Sziasztok! A mai napon Karsai Katalin főzőnégyében pangolyás fogunk készíteni Fannival. És még kenyeret is sütünk. Babgulyás. Hozzávalók. Szárazbab, paprika, zeller, disznóhús, hagyma, fokhagyma, paradicsom, fehérrépa, sárgarépa, krumpli, só, bors, fűszerpaprika és petrezselyem. A levest a gázsütő gázrózsáján főzzük. A főzőedény és a gázrózsa közé egy lángterelőt teszünk. Nagyon ügyeljünk rá, hogy ez a lángterelő egy tömör fémlap legyen, valamint a láng semmi esetre se érjen túl a fémlapon. Elkészítés. Megpirítjuk a hagymát, mintha pörköltet készítenénk. Néhány perc múlva rátesszük a húst, kicsit pirítjuk, felöntjük kevés vízzel. Hozzáadjuk a fűszerpaprikát, sót, borsot, fokhagymát. Amikor már majdnem kész a pörkölt, hozzáadjuk az összes többi hozzávalót. Közben csipetkét készítünk. Ha a bab megpuhult, hozzáadjuk azt is a leveshez. Ma úgy gondoltuk, megadjuk a módját a gulyásevésnek, így saját magunk sütöttünk kenyeret, természetesen azt is Karsai Katalin kerámia edényében. Nem sokkal azután, hogy elkészült a leves, kisült a kenyér is. Ma is igazán finomakat alkottunk. A kenyér ropogós lett, a leves pedig közel-távol a legfinomabb. Süssetek, főzzetek Karsai Katalin kerámiáiban!